munkai szünet után sok szeretettel köszöntök mindenkit ismét ebben a körben, a Kabbala kurzus utolsó előtti előadásán, és ma a mai előadásunk címe Hallgass a szívedre, színesre politikai felhang nélkül, mert emlékeztem a 90-es évek elején. Ennek a mondatnak volt egy második fele, de most mi maradjunk itt az első felénél. Hallgass a szívedre, vagy inkább az eszedre, a lélek 10 személyiségi ismérve, úgy is mondhatnánk, hogy a lélek 10 szférája, amiről többen kértétek, hogy tanuljunk is, be is volt tervezve, tehát ma igyekszünk ennek a kérésnek eleget tenni. Tehát, hogy talán térjünk vissza ahhoz a ponthoz, ahol abba hagytuk két héttel ezelőtt, ahol azt mondtuk, hogy az emberben van egy folyamatos dilemma. Ugye, és ez a dilemma az az, hogy hogyan tudja feloldani magában a testi vágyainak és a lelki, isteni lelkének a emelkedettségének az ellentmondását. Hogy tudja azt megoldani, hogy ne is legyen képmutató, ne is legyen cinikus, ha visszaemlékeztek, hiszen mindig azt tapasztaljuk, hogy hiába ébred föl bennünk a isteni hang, az emelkedettség, az önzetlenség, de mégis vissza-vissza jön az önzőség, az ego, a testi vágyok. És így tovább, és akkor ilyenkor vagy csalódunk magunkban, vagy képmutatókká leszünk, hogy lehet ezt feloldani, és azt mondtuk, csak nagyon röviden ismételve, hogy erre a problémára adja meg a választ a tánnyá, amelyik azt tanítja, hogy legyünk közepesek. Közepesek azt jelenti, hogy ne csalódjunk magunkban, hogyha nem sikerül a tulajdonságainkat, az ösztönös vágyainkat megváltoztatni. Egy dologra figyeljünk, igyekezzünk legalább azt elérni a megváltozásra való küzdelem során, hogy legalább felszínen cselekedett, a beszéd, sőt még a gondolat felszínén se kerüljenek megnyilvánulásra a negatív vágyaink, a negatív dolgok. Tehát még akkor sem tudjuk, hogy ezek a vágyak, vagy ezek a rossz tulajdonságok, rossz személyiségvonások bennünk vannak, nyomjuk előket, és ne adjuk, hogy a felszíne jöjjenek. Ez volt az utolsó gondolat, amit beszéltünk. Talán mindenki emlékszik, ha nem, akkor most ezt felfrissítettük. A kérdés az az, amivel folytatnánk akkor innen, hogy akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy nekem van egy erős ösztönös vágyam valamire, egy ösztönös érzelmem. Ha én nem hagyom, hogy ez kinyilatkozzon, akkor elnyomok magamban bizonyos érzelmeket. Könnyen lehet, hogy egy idő után pszichológushoz fogok kerülni, mert annyira elnyomom magamban, hogy egy ilyen börtönben lennék, és innen ki akarok törni. Szóval, hogy helyes dolog elnyomni ezeket az érzelmeket. Valóban helyes dolog elnyomni ezeket az érzelmeket. És mielőtt a másik kérdésre rámennék, szeretném elmélyíteni ezt a problémát. Hát egyrészt, hogy szerintem mindenki érte, hogy mit mondok, ugye, hogy van egy... Hogy van bennünk egy valamilyen ösztönös érzelem, vagy valamilyen érzelem, és hogy azt tanuljuk, legalábbis én azt gondolom, nagyon sokan azt tanultuk, a szüleinktől is, a közegünktől is, a társadalomban is, hogy hát ezt nagyon elnyomni az embernek az érzelmeit nem szabad, mert akkor megcsömörlik, meg nem önmaga. És akkor ebben itt van még ez az őszintesség probléma is, hogy ráadásul lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy nem csak az a probléma, hogyha elnyomod ezeket az ösztönös érzelmeket, hogy megcsömör lesz, hanem az is, hogy nem vagy őszinte. Tulajdonképpen egy erény az ösztönös érzelmeinek megfelelően működni, és hallgatni a szívedre, mert ez vagy te. Ne próbálj valaki más lenni, mint aki vagy. Ha valaki más akarsz lenni, akkor igazából az önismereteddel van probléma. Ha viszont ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy
hogy mi, és itt jön Jenika a másik kérdése, hogy logikusnak hangzik ez, hiszen tényleg, hát, ha van bennem egy vágy valamire, akkor miért ne hallgatnánk arra a vágyra? Na jó, de akkor hol van a erkölcsi felelősségnek a szerepe? Én ezt itt úgy fogalmaztam meg, hogy a szabad választás szerepe hol van, hogyha mindig az ösztöneinkre és mindig az érzelmeinkre hallgatunk. Ugye? Ha meg nincs szabad választásnak szerepe, az azt mondja, hogy nincs is morális felelősség, mert mindig azt tudom mondani, hogy az érzelmeim tették ezt velem. Szóval hol van az a határ akkor, ahol ezt meghúzom? Mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy mondják azt a betegséget, amikor valakinek állandóan lopnia kell? Kleptomániás. Valaki kleptomániás. Nagyon sajnálom, nem tudok mit csinálni. Szexmániás vagyok, nagyon sajnálom, nem tudok mit csinálni. Ez az én ösztönöm. Bocsánatot kérek. Akkor tulajdonképpen bármilyen cselekvési modellre, azt lehet, vagy életmodellre, azt lehet életpályára, azt lehet mondani, hogy ez egy ösztönös dolog, nem tudok mit csinálni, hát ez vagyok én. Akkor hol van az erkölcsi felelősség kérdés? Akkor hogy egyáltalán, és egyáltalán hogyan kontrolláljam ezt az egész dolgot? Én azt gondolom, hogy a törekvés állt itt a kulcsom, a törekvés. Ez nagyon szép, csak a kérdés az, hogy helyes dolog ez törekedni. Mert hogyha tényleg abból indulok ki, hogy ez vagy te, akkor miért törekednék elnyomni magamban egy érzelmet? Hogy mennyire ez, most ezt megvigyük le egy kicsit, akár a legemberibb gyakorlati szintre is. Én nagyon gyakran például, és ezt nem akarom felkelni jobban leegyszerűsíteni, nagyon gyakran mondjuk párkapcsolati helyzetekben is ez előfordul. Hogy van egy házasság, ami már nem van tartva 15-20 éve, és valószínűleg valamilyen érzelmi alapja volt annak a házasságnak, azt mondta, nem indult volna el, hogyha nem. Aztán ez valami bizonyos ponton kívül, és akkor valamelyik fél mondjuk, ez is azt mondja, hogy ő most már valaki mással kapcsolatban érez valamit, és hát ő nem tenne az érzelmei ellen, hát nem várhatja el a másik fél, hogy az érzelmei ellen tegye, hiszen az érzelmei, az ember nagyon fontos, az ember nem nyomhatja el az érzelmeit, nem tehet más. Ami tulajdonképpen az egyik oldalról egy legitim érvnek tűnik, és nem azt mondom, hogy ez nem fordulhat elő, és nem lehet legitim. A másik oldalról viszont egy abból indul ki, mint hogyha az érzelmek, azok mindig egy maguktól generálódó világ lenne, ami fölött nincsen semmifajta kontrollunk. És ezért ahelyett, hogy azt mondanám egy ilyen helyzetben, akkor nézzük meg, hogy miért hűltek ki az érzelmek a férjem vagy a feleségem iránt, és hogyan lehetne esetleg ezeket az érzelmeket újjá éleszteni, és újra kezdeni, mi az oka annak, hogy mások kertjében keresem a boldogságot. Nyilván azért, mert valami most közöttünk nem működik, miért nem működik az... Megspórolom a munkát. És azzal az érveléssel, amúgy lehet, hogy jó hiszemű érveléssel spórolom meg a munkát, hogy úgy állok hozzá, mint hogyha az érzelmek az én kontrollomon teljesen kívülálló dolog lenne. Maximum el tudom nyomni magamban, de az érzelm nem olyasmi, amit én generálni tudom, meg tudok változtatni. És hogyha ez tényleg így van, ha ez így lenne, akkor viszont ez nagyon sok kérdést fölve a felelősség témában. Ha szeretnétek ide jönni, nyugodtan be lehet ülni a nézőtérre, nem kell a fához nézni. Tehát akkor az alapkérdés szerintem értjük. És tulajdonképpen az a kérdés, hogy az érzelmeinkkel és az ösztönös érzelmeinkkel mit tudunk kezdeni? Mi a feladat? Mert hogyha csak annyit tudunk elérni, hogy elnyomjuk őket, egyrészt tényleg el tudjuk-e nyomni? Ha el is tudjuk nyomni, akkor helyes út-e az, hogy elnyomjuk? Ha nagyon sokáig elnyomjuk, akkor a végén még mint egy áradat úgy fog feltörni, mint amikor a vizet egy gáttal visszatartjuk, amikor áttöri a gátat, akkor sokszoros erővel töri át. Akkor lehet, hogy helytelen dolog ezt visszatartani. Van ez a vicc, hogy a apuka nagyon félte a gyerekét a szexuális szabadosságtól, és akkor
szeretné, hogy a gyereke ne essen bűnbe. És azért úgy dönt, hogy a gyerekét bezárja egy padlásra, és nem találkozhat nőkkel. És egész életében egy padláson ül, és nem lát nőt se közelről, se távolról. 18 éves lesz, akkor a apukájával kimennek sétálni életében először, és a utca másik oldalra, ez héberül volt a vize, és magyarul is se lesz rossz. Az utca másik oldalán meglát egy nőt, és nagy érdeklődéssel figyeli, és azt mondja az apukának, hogy tehát papa, mi az ott? És az apja nem tudja, most mit mondja, azt mondja, az egy kacsa. Erre azt mondja, hogy papa, egy ilyen kacsára lenne kedvem. Ugye, hogyha vannak bizonyos ösztönös érzelmek, amiket nem lehet elnyomni, ha elnyomjuk őket, akkor az mint egy sokszoros erővel fogja áttörni a gátat, akkor meg mi a feladat? Akkor meg tulajdonképpen tehetetlenek vagyunk. Ha viszont tehetetlenek vagyunk, akkor hol itt az erkölcsi felelősség? Akkor hol húzom meg az erkölcsi felelősség határa? Ugye a múltkor beszéltünk arról, hogy igazából az emberben két motor van, két lélek van. Visszaemlékeztek. Ugye azt mondtuk, hogy a teremtés történetében az, hogy az ember teremtése úgy van leírva, hogy Isten meggyúrta a testet a földből, és bele lehelte a lelket, nem úgy, mint az összes többi teremtménynél, ahol egyszerre teremtődik meg mind a kettő. Ez kifejezi azt a kettősséget, ami az emberben van, a test és az isteni lélek, a test, a materiális, fizikai, anyagi, egoista énünk, és az igazságot, a feladatot, a jót, a magasztosat, az emelkedett kereső isteni énünk. Ez a két lélek. Ugye, itt az első, ahogy zabáljuk a finom élvezeteit, havzsoljuk az élet élvezeteit, ez ugye az állati lélek, az állati ösztönlélek, ami bennünk van, ez a test, és a testtel együtt jár állati ösztönlélek, és aztán ott van isteni lélek, amelyik az emelkedettséget keresi, az isteni lélek. Ha megnézzük, hogy ennek a kettőnek melyik van a központjában, melyik az a használati eszköz a személyiség vonásaink közül, amelyiket az egyik használ inkább, és amelyiket a másik használja inkább. Szóval, hogy van az intelligencia, és van az emóció. Akkor szerintetek melyiket használja inkább az állati lélek, és melyiket inkább az isteni lélek? Hogy? Emóció az állati, és az intelligencia az isteni. Így van. Emóció itt egy szív, és az intelligencia pedig az állati és az isteni léleken van egy pillanat. Miért? Hát borzasztóan egyszerű. Az állati léleknek, az állati ösztönléleknek a középpontjában az, hogy mi az, ami nekem örömet okoz ebben a pillanatban. Az én egomról szól. Ez egy ösztönös érzelmi dolog. Az isteni lélek arról szól, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Mi az igaz, és mi a hazug. Ehhez viszont ész kell. Ez nem egy érzelmi kérdés, hanem egy objektív elemzés kell. És ezért általában az állati lelket inkább az érzelmekkel azonosítjuk, és az isteni lelket inkább az értelme. Ez nem azt jelenti, hogy az isteni lélek ne operálna érzelmekkel, hiszen én átérzéssel imádkozom, vagy átérzéssel segítek egy szegény emberen, és mondok le, vagy átérzéssel áldozom föl magamat egy nemes ügyért, amelyek mind nem egoista tettek. És ugyanígy az állati lélek is használhatja az észt, hiszen lehet egy valami nagyon egoista vágyam, és én az eszemet használom, hogy kitaláljam, hogy fogom megvalósítani és megszerezni a vágyam tárgyát. De mégiscsak a középpontjában az állati léleknek az érzelmek vannak, és az isteni léleknek pedig az értelme. Kérdésed volt? Gondoltam, hogy az értékrend az fontos. Értékrend. Az kétségtelen. De most hogy kapcsolódik ide? Hát azért, mert választásról beszéltünk, és az értékrend az nem a téma szakértője, hát nagyon abszolút nem csak a saját példámból, hát az értékrend az sok mindenre kiterjedhet. De az értékrend az egy érzelmi dolog, vagy egy intelligent, vagy egy kognitív dolog? Hát mind a kettő benne van, de nem érzelmi. Az értékrend az arról szól elvileg, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Tehát az azért mégiscsak inkább egy kognitív kérdés, akkor lehet vitatkozni, hogy nem, a te értékrendedben ez nem egy kognitív döntés volt, nem egy objektív döntés alapján született a te értékrendedben, ezért a te értékrended nem tökéletes, vagy az én értékrendem nem tökéletes.
De alapvetően a mérce az egy objektív mérce, az objektivitás pedig az intelligencia tudja megteremteni. Ugye az objektív az azt jelenti, hogy egy kívülálló szemével mi a helyes és mi a helytelen. Az érzelm az mindig bevonja azt, aki érzi az érzelmet. Egy érzelm mindig arról szól, hogy nekem mi a viszonyom az adott dologgal. Az értelem az nem arról szól, hogy nekem, vagy neked, vagy amannak, hanem arról szól, hogy a dolog hogy van. Ez így igaz, vagy nem igaz? Helyes, vagy helytelen? Az értelemhez nem kell valaki, akihez... Nem? Amikor leírod azt, hogy 2 meg 2 az 4, ahhoz nem kell az, hogy Pistike azt mondta, hogy 2 meg 2 az 4, de amikor leírod azt, hogy szeretet, ahhoz kell, hogy most akkor ki szeret kit. Az kellenek szereplőnek. És ezért általában, most akkor visszatérve, tehát az állati ösztönlélek főleg az érzelmi síkon operál, és az isteni lélek pedig főleg a intelligencia szintjén operál. És akkor mi történik? Most próbáljuk meg lemodellezni magunknak, amikor kontrolláljuk az érzelmeinket. Próbáljuk meg lemodellezni azt, hogy hogyan kontrollálom az érzelmeinket. Vegyünk egy érzelmet. Mondjuk... Kakaós csigázán. Kedvenced. Neked is imád. A te kedvenced. Igen, csak megtanultam. Mondjuk kakaós csiga. És akkor most ezt lehet egy vallási köntösbe öltöztetni, amikor én 12 éves voltam, és elkezdtem kósert remni, akkor egyik legnagyobb kihívás számomra az volt, hogy a büfébe nem menjek le kakaós csigát venni. A Radnóti gimnáziumban. Lehet, hogy nem volt kóser a büfé, és akkor egy párszor megbotlottam ebben a dologban, és ez nagyon nagy lelkis megfurdást is okozott nekem. De most ha nem a vallási oldalról nézzük a kakaós csigát, hanem vallási perspektívából, hanem egyszerűen a napi kalória bevitel szempontjával, én nagyon kövér vagyok, tudom, hogy egy kakaós csiga nem éten, én nem vagyok kövér, de ha tegyük föl, akkor ha én kövér lennék, akkor tudom azt, hogy egy kakaós csiga elfogyasztása az komoly problémákat okoz nálam, a koleszterin, a nem tudom, vérnyomás, a kalóriák, de a kalóriák, de tehát, egy... Mennyi? 460. Ez igen. Akkor kettőt elejtünk. Akkor 4 belefér, és akkor megvan a napi kalóriák. Szóval, hogy nem tudom, a kóserre nem kóser 460. Szóval már van kócukor. Oké. Szóval, hogy akkor... De mondjuk vegyünk egy másik például dohányzást. Ez egy nagyon konkrét példa. Ugye dohányzom, ennek vallási vetülete most nincs, azon túl, hogy egészségtelen, és az ember vigyázza az egészségére, ez egy fontos dolog. És tudom azt, hogy egy egészségtelen dolog, de kialakult már bennem egy ösztönös érzelem, egy vágy a cigarettel iránt. Mit tudok csinálni? Az első lépés, hogy elnyomom magamban ezt a vágyat. Hogy tudom elnyomni magamban ezt a vágyat? Hogy? Hogy saját magam számára bemagolom, hogy mennyire negatív a kakaós csiga. Elfogadtatom, ami az agyban nem fogadtatik el az agyban. Tehát először meg kell értsen. Hát, ha mondjuk valaki dohányzik, akkor mondjuk hogyan lehet egy ilyen kognitív módon meggyőzni? Mondjuk eljön egy ilyen előadásra, ahol bemutatják azt a folyamatot, hogy hogyan rakódik le a kátrány a tüdejében, és egy nagyon fekete tüdőket mutatnak, borzasztó fényképeket, mint ahogy most már a cigarettás dobozon vannak is mindenféle nyugodító fényképek, és elmagyarázzák neki, hogy mennyivel nagyobb a valószínűsége, hogy ő szívrohamban meg fog halni, nem tudom, hány éves koráig, és erre példákat is hoznak, megmutatják az ér, hogyan szűkül el, és itt nem akarom borzolni most a itt dohányzó fél kedélyeit. Tehát kognitív módon próbálják megértetni az illető, hogy mennyire egészségtelen dohányzás. Oké, és legközelebb, amikor nyúlna a cigaretta felé, akkor a feje azt mondja neki, a szíve azt mondja, te, Stomó, az a cigaretta az annyira jó lesz, meg fog nyugtatni. A fejem azt mondja, te Stomó, nem helyes dolog. Nem azt mondja, hogy nem fog megnyugtatni, vagy hogy nem jó dolog, hanem azt mondja, hogy nem helyes ez a cigaretta fogyasztás, mert nézd meg, hogy lehet, hogy a pillanat örömöd meg lesz belőle, de egészségtelen és itt áll, és itt tovább.
ugyanígy lehet egy erkölcsi dologban, mondjuk ha valaki kísértésbe esik, hogy megcsalja a feleségét, akkor ugye ez egy pillanatnyi öröm, szerzés villan föl a szem előtt, de hogyha belegondol kognitív, akkor rájön, hogy ez így nem erkölcsös, és nem helyes, és helyes, és itt áll, és itt áll. Itt szemben áll egymással az érzelem, és a kognitív érvelés. És a kognitív érvelés képes elnyomni az érzelmet. Képes rávenni az embert, hogy ne az érzelmének megfelelően cselekedjen. Ezt írjuk úgy a kabbalisztikus oldalomban, hogy itt kafja. Itt kafja az egy arámi szó. Szó szerint azt jelenti, hogy visszatartás. Amikor van egy érzelem, és én azt visszahúzom, behúzom a kéziféket. Nyom, meg a gáz megy közben, de én behúzom a kéziféket. Ez egy fontos első lépés, de kétségtelen, hogy az eredeti kérdésünkre visszatérjünk, hogy nem lehet egy végső lépés, egy végső megoldás, mert nem tudom folyamatosan elnyomni magamban az érzelmeimet, anélkül, hogy egy ponton ne törje át a gátat. Mert mit mondanak a kabbala? Van egy másik lépés is. Itt hátha. Átváltozás. Láfok, ugye? Héberül is azt jelenti, hogy megfordul. Az embernek az a különleges tulajdonsága, hogy nem csak képes kontrollálni a természetes ösztöneit, hanem képes megváltoztatni azokat. Tegyünk fel, vegyünk mondjuk egy ember és ember közötti tőlek. Istiképp én nem szeretem. Miért nem szeretem? Mert irritál a viselkedése. Nem szeretem. Két lépés van. Ugye a felelőtlen viselkedés az, hogy nem szeretem, és az, hogy én nem szeretem, azt én folyamatosan éreztetem is vele, magammal. Ez megnyilvánul. Az első lépés az, hogy bár nem szeretem, de viszont tudom, hogy az, hogy Pistikével folyamatosan belerúgok, bántom, és ez egy helytelen dolog, ezért nem fogok az érzelmének megfelelően cselekedni. De ez nem a végső feloldása ennek a problémának. A végső feloldás az, hogy megpróbálom ezt az érzelmet, hogy Pistikét szeretem, nem szeretem, ezt megváltoztatni. Hogy lehet megváltoztatni egy érzelmet? A kabbala azt mondja nekünk, hogy meg tudjuk változtatni az érzelmeket. Sokszor nagyon nehéz, és lehet, hogy nem megy, nem csak egyik napra a másikra, nem megy teljesen, de valamennyire mindenképp nem csak képesek vagyunk kontrollálni az érzelmeinket, hanem meg is tudjuk változtatni, illetve tudunk új érzelmeket szülni magunk. Például azzal, hogyha nagyon sokat meditálok Pistike helyzetén, és rájövök, hogy mindazok a dolgok, amelyek engem irritálnak, azok miért, Pistike miért viselkedik így, akkor mondjuk minimum azt el tudom érni, hogy Pistike, hogy ne, igen, ne utáljon, inkább sajnáljon. Az, hogy szeressem, az nem biztos, hogy sikerülni fog, mert ez egy másik típusú alapot igényelne, de képes vagyok az érzelmeimet megváltoztatni, ami azt jelenti, hogy nem igaz az, hogy ha az ember érez valamit, akkor azt jelenti, kell cselekednem, miért? Mert egy, nem szabad elnyomni az érzelmeket, kettő, mert ez vagyok én. Nem. Képes vagy egyrészt kontrollálni az érzelmeidet, másrészt megváltoztatni az érzelmeidet. És ettől vagy ember. Ez a különbség az ember és az állat között az, hogy az állatnál a szív uralkodik az ész fölött, az embernél az ész képes uralkodni a szív fölött. Azért nem igaz az, hogy minden esetben hallgass a szívedre, ahogy az előadásunk címben mondta. Nem feltétlenül, és nem minden esetben, sőt az esetekén, hagyj elég nagy hányadában, nem erkölcsös dolog a szívedre hallgatni. És akkor nézzük meg, hogy mi az intelligencia és az érzelmek viszonya. Ops. Ez érdekes. Ez. Ilyen üres. Üres hozzák. Valami elrosszottam. Nagyon ügyekeztem. Itt az lett volna a három kocka, hogy
Intelligencia, érzelmek, cselekvés. Ugye? Egészséges esetben, a tudatos életben, hogy az ember tudatosan éli az életét, ott a sorrend az az, hogy tudja, hogy mi a helyes, mi a helyetlen, ahogy mondtad, van egy értéke. Az érzelmi világát azt megpróbálja annak megfelelően alakítani. Ami nem az értékrendjének megfelelő érzelme, azt megpróbálja minimum kontrollát alatt tartani, jobb esetben megváltoztatni. És innen keletkeződnek a cselekedetei. Ugye? Ez egy egészséges vonal, egy egészséges folyamat ábra. Most az estek több, nagyon nagy részében ez nem így működik, hanem az ember nagyon sok esetben először cselekszik, utána gondolják, hogy ez jó-e, sőt, még azt sem biztos, hogy érzelemből cselekszik, csak egyszerűen megszokásból, vagy mert mindenki csinálja. Vagy nagyon az érzelmeinek kiszolgáltatja magát, és nem ura az érzelmeinek, hanem az érzelmei urai neki uralkodnak fölötte, és nem viszi bele a helyes és a helytelen kérdését a történetbe. De a helyes eljárás, amire az ember képes, az az, hogy a legfelső úr, az mégiscsak az értelem. És az értelem az, amelyik mindig megvizsgálja, hogy helyes, helytelen. Mindez pedig azon az alapon, hogy abból indul ki, hogy természetesen, hogy van jó, és van rossz, van isteni, és van Istennel szembeni, van, tehát hogy nyilván ennek még sok összetevője kell, hogy legyen, de hogy ez lenne a helyes állapot. Képzeljétek magatok elé, hogy ebbe a három téglalapba bele van írva, hogy értelem, érzelem és cselekvés. Most ugye miért beszélünk erről? Mert most jutunk el oda, hogy beszéljünk a 10 szféráról. Ugye nem tudom, ezt az ábrát már láttuk-e valami, vagy talán ide lehet önösítőben látni. Ezt az ábrát ezt láttuk-e már valahol. Ezt különben itt a másolatokban is benne van. Gyertek, ők a másolatot. Látjátok ezt az ábrát, de meg lehet nézni, az lenne a legjobb, hogyha megnéznétek ezt a lélek kabalisztikus térképet. Ugye itt most nagyon sok eleme van ennek, ebben nem fogok így mind belemenni, de nézzétek meg a jobb oldali hasábat, ahol van 10 tétel, ami ismétlődik egymás után. Bölcsesség, értelem, tudás, jóság, erő, szépség, győzelem, fenség, alap, kapcsolat, királyság, és mindez két része van osztva, intellektus és érzelme. És ugyanez van itt leírva, csak nagyon misztikusan, és tudom, hogy a kabalakúzus hallgató szeretik, hogyha van egy kis misztikum belemüve a előadásokból, úgyhogy gondoltam, hogy ezt fog kirakni. De tulajdonképpen ez majdnem ugyanaz, egy eltérés van, de most nem fogunk belemenni. A 10 szféra, az 10 építő kockája a léleknek. 10 olyan személyiségi ismérv, olyan személyiségi attribútum, ami minden ember lelkében megvan. Ez a 10, ez két nagy csoportra osztható. Az intellektus és az emóció. Az értelem és az érzelme. Miről szól az intellektus és az érzelmek? Ugye, ahogy az előbb már beszéltünk róla, ez a kettő az, amelyik egymással viszonyban van, amelyiket az intellektus ugye megpróbálja, az érzelem diktál az estek többségében a cselekvésnek, az ember ugye cselekedeteinek a nagy részét az érzelmei diktálják. Ahhoz, hogy ez kordában legyen tartva, ott van az értelem, amelyik kontrollálja részben az érzelmeket, az összes érzelmeket, részben új érzelmeket tud
előhozni az emberben, és részben pedig az érze a helytelen vagy erkölcstelen érzelmeit az embernek pedig meg tudja változtatni, vagy megpróbálhatja megváltoztatni. Akkor tehát intellektus, érzelm. Az intellektuson belül van 3 szint, és az érzelmeken belül pedig van 7 szint. És így ez a kettő adja össze a 10 szférát. Az a szó, hogy szféra, az 3 dolgot is jelenthet. 3 jelentést találunk rá a kabalában. Szefer, Mispár és Szapir. Történet, szám és világítókő. Ugyan a harmadik? Világítókő, drága kő. Mind a 3 szó az a szférán, szféra betűjéből van összerakva. De most, hogy miért éppen ez a 3 jelentés, azt lehet, hogy majd a óra végén fogok rá visszatérni. De egyelőre csak most nevezzük úgy, hogy a 10 ismérve a lélekre. Ha megfordítjátok a lapot, akkor látjátok, hogy van egy másik térkép ennek a lapnak a túloldalán, az isteni fény láncolata, szélvel is társult, és ott is a legjobb oldali hasábban feltűnik ez a 10 folyás, 10 szféra. Ugyanaz a 10. És a kabala azt tanítja, hogy az a 10 lelki ismér, amit az ember saját magában megismer, meg tud határozni, az az isteni képben, az isteni működésben is ott van. Mint hogyha ha Istennek le kéne írni, és ez most csalókkal tudom, de ha Istennek le kéne írni a személyiség vonásait, amit nyilván csak abban az értelemben van értelme leírni, ahogy ő a világgal kapcsolatban lép, a teremtéssel kapcsolatban lép, akkor ugyanaz a 10, ami az ember lelkében megvan, az megvan az isteni működésben, az isteni képben is. És a kabala ezzel magyarázza, hogy mit jelent az, hogy az ember a saját képen, az Isten a saját képmására teremtette az ember. Azt jelenti, hogy azt a 10 szférát, ami az isteni működést meghatározza, azt bele teremtette az emberi lélekbe is. Mint hogyha azt mondja, azt a példát, metaforát használják, hogy az én genetikám átadódik a gyermekem génjeiben. Miért tette ezt Isten? Miért így teremtett minket? Azért, mert hogyha így saját lelkünket képesek vagyunk megérteni, saját lelkünket mindig könnyebb megérteni, mint valamilyen elmondó, akkor azon keresztül közelebb kerülhetünk Isten megértéséhez. És ezért van ez a párhuzamosság, hogy ez az a 10, az megvan itt, és megvan ott is. Okay? És ezért használjuk a 10 szférát nem csak a lélek vonatkozásában, hanem Isten vonatkozásában is. Miről szól maga a 10 szféra? A 10 szféra az a léleknek az építő kockája. De tegyük föl, hogy a lélek egyetlen egy lélek lenne, és semmi más nem lenne. Akkor nem lenne szükség erre a 10 kockára. Miért? Mert az összes szféra, és ez úgy igaz a lélekre, mint Istenre, az arról szól, ahogy én kapcsolódom a rajtam kívülivel. Mert ha belegondoltok, az intelligencia is csak akkor nyer értelmet, hogyha van mit megérteni. Ha nincs mit megérteni, akkor nincs, akkor csak valamilyen eszencia van, de nincs valami megfoghatatlan eszencia, de ahhoz, hogy legyen értelme az értelemnek, kell valami, amit megértsek. Tehát egy rajtam kívülálló dologról való kapcsolat. Az érzelmek sokszorosan így van, mert az érzelem az már az én viszonyom ahhoz a kívülálló dologhoz. Ugye? Ami azt jelenti, hogy úgy a lélekben, mint Istenben, ez a 10 szféra, ez rólam szól, vagy Istenről, de arról, ahogy én és a külvilág kapcsolatban lépünk. Akkor, ha ezt le akarnám rajzolni, akkor azt mondanám, hogy vagyok én, és itt most
ez csak egy teória, teoretikusan lehet ezt így mondani, de ez az én, ez egy pont, ami egy megfoghatatlan, az én, a legbelső én, az egy megfoghatatlan pont, és van egy folyamat, ahogy én megnyilvánulok, ahogy a külvilággal kapcsolatba lépek, beleértve azt is különben, ahogy a saját tudatos énemmel kapcsolatba lépek. És ebben a folyamatban van értelem, érzelem, cselekvés. A cselekvések, ugye magát a cselekvést is három kategóriára osztottuk, azt mondtuk, hogy van a cselekvés, a beszéd és a gondolat, de ezt most nevezzük úgy átfogóan cselekvésre. Akkor most arról fogunk beszélni, hogy ez a folyamat, ez hogyan működik. Megpróbáljuk ezt a filmet, ahogy én végigmegyek ezen a folyamaton, és azt természetesen ez a folyamat nem mindig egy teljes folyamat. Ami azt jelenti, nem mindig van az, hogy mind a tíz, de ugye itt van három, itt van hét, megint három, ugye? Lépcső. De azt jelenti, hogy mind a 13-at mindig végigcsinálom. Mindig azzal kezdem, hogy megint meggondolom, és akkor megértem, hogy mi a helyes. Utána mind a hét érzelmen keresztül megy az, amit megértettem. Utána pedig mind a három szintjén a cselekvésnek. Nem, szó nincs erről. De a létrának, ha ezt egy létraként képzeljük el, vagy egy állomás sornak tőlem és a külvilág között, akkor mindig valamelyik lépcsőjén leszek. És ideális esetben végigmegyek az összes állomáson. Ez a busz, ez olyan, van ugye a gyors, hogy mondják, nem minden állomásnál áll meg. Express. És van a Intercity, amelyik nem minden állomásnál, és van, amelyik minden állomásnál megáll. Ugye akkor ideális esetben le lehet írni a folyamatot úgy is, hogy minden állomásnál megáll. Most a felmaradt átmerve 15 percben erre fogok próbálni kísérletet. Ha megnézitek az intellektus, az értelmet, az intelligenciát, akkor ott három állomás van. Mi ez a három állomás? Nézhetitek itt is, megnézitek itt is, de ha itt nézitek, akkor menjetek a lélek kabalisztikus csejtébe, és induljatok el a jobb hasáb, ezek a kis tojások, ami egymásnak a tojásokban, felülről lefelé. Az első a bölcset, nem, itt nézd. Itt. Bölcsesség, az első, megértés, a második, és tudás, a harmadik. Ez a három szintje az intelligenciának. Valaminek a megértésének ez a három szintje van. A megértés folyamatának ez a három szintje van. Mi ez a három szint? Próbáljuk meg elképzelni magunkban, hogy hogyan történik az, amikor valamit megértek. Fordulod a sor? Szerintem mindjárt látni fogod, hogy mi ez. Tudok megérteni. Itt más jelent a tudás. Itt, amikor azt mondod, tudod, akkor azt mondod, hogy megkaptad az információt. Itt a tudás nem azt jelenti. Mindjárt végig fogunk menni, és akkor menjünk, induljunk abból ki, hogy még ez a három lépés kell az, hogy megértsem a dolgokat. Mi az első lépés? Mi a nulladik lépés? Mielőtt megértem a dolgot? Bevillan. Nem. Legyen, mit megértem. Oké, legyen, mit megérteni. De az első lépés, hogy nem értem. Tehát, hogy ahhoz, hogy elindulni a folyamat, hogy nem értek valamit, hogy értsek valamit, először rá kell jönnöm, hogy nem értem. Ugye? Hogyha nem jövök rá, hogy nem értem, akkor nem fogom soha meg kell megérteni. Tehát az első lépés az a sötétség, a nulladik lépés az a sötétség. Belépsz egy szobába. A szobában vannak bútorok, emberek, kellékek, mit tudom. Sötét van. Attól még, hogy sötét van, az a szoba nem üres. Még te is tudod, hogy az a szoba nem üres, de mégis belebotlasz a székbe, az emberbe, kitapogatod, hogy ez most ki, mi, hol, merre, meddig. És egy nagy összevisszaság van a fejedben arról, hogy mi van abban a szobában. Tudod, hogy vannak dolgok, de nem tudsz rekonstruálni egy koherens képet, hogy mi az, ami ebben a szobában van. Ez a sötétség. A sötétség nem üresség. Amikor Salamon király azt mondja, hogy láttam a bölcsesség erejét a butaság fölött,
mint hogy a fény erejét a sötétség föl, ő arra gondolt, hogy a butaság nem az információ hiány. Valaki lehet nagyon jól informált és borzasztó buta. Sajnos nem kevés ilyen ember van. Ugye, és akkor mi történik? Nagyon informált, de az információkat nagyon inkoherensen rakja össze. Az összefüggéseit az információk nagyon inkoherensen rakja össze. Gyakran megtéveszthet a jól informáltságával. A másik oldalon vannak olyan emberek, akik nagyon kevéssé informáltak, viszont nagyon okosak, nagyon bölcsek, ezt szoktuk paraszti észnek nevezni. Ugye, ami szerint, hogy a bölcsesség az nem az informáltságról szól, mint hogy a sötétség sem az információ hiányáról. Mint ahogy egy szobában is, amikor sötét van, attól még lehet, hogy a szoba teli van pakolva kincsekkel, de totál sötét van, és azért nem tudom, nincs egy koherens kép arra, hogy akkor most, itt most mi is van. És akkor elkezdek tapogatózni abban a szobában, elkezdek a fejemben tapogatózni, hogy mi van, mi, hogy. De ehhez információ kell. Ha nincs információ, akkor nem tudok tapogatózni. Az összefüggés keresek. És egyszer csak, ahogy Mária mondta, egyszer csak bevillan. Ez a bölcsesség. Bevillan a megoldás kulcsa. Olyan, mint amikor a sötét szobában vagy, és egyszer csak kintről egy villámlás, és egy másodpercig hirtelen világos lesz a szobában, és hirtelen meglátod, hogy itt, igen, itt van egy koherens állapot, ez egy gyönyörűen berendezett osztályterem. Most már valahogy a lényeget megértetted. A lényeg bevillan. Ez az, amikor így csinálsz, hogy? Igen, akkor már kezdett kapizsgálni a dolgot. Most ez a pont, amikor azt mondod, a gyerekek játszanak körülmettel, nem tudom, szól hozzád a férjed, és azt mondja, hagyjál, nem tudom, most miért? Mert valahogy megpróbálod ezzel a kulcssal, ezzel a villanással rekonstruálni a képet, és mindent a helyre tenni. Vegyünk mondjuk egy emberi kapcsolatot. Pistike és Gézuka barátkoznak az oldalba. És Gézuka nem érti, hogy Pistike miért nem néz rá, miért nem köszön neki, miért rúgja föl, miért veszi el a matchboxot tőle. És egy csomó információ van a fejében, de valahogy nem áll össze egy karrenskép. Töri a fejét, hogy mi lehet ezzel a Jézukával. És egyszer csak belőle, lehet, hogy nem szeret. Lehet, hogy kifejezetten kár. Jött a bevél, és akkor ez a bölcsesség. És akkor azt mondja, hogy na akkor nézzük is meg, ez amit most, ez a megoldás kulcsa, most, amire rájöttem, ez megmagyarázza az összes helyzetet, amit nem értettem? Tehát igen, felrúg, igen, az lehet jelen annak, hogy nem szeret. Elvette a matchboxomat? Igen, az is lehet. Nem köszön nekem? Az is elérés, hogy kicsit lesarkítom. De amikor mondjuk Einstein rájön a relativitás elméletének a lényegére, akkor mit csinál? Rájött a lényegre, de mondjuk még 10 év volt, amíg úgy ki tudta bontani és be tudta bizonyítani, hogy végigment különböző szituációkon, kísérleteken, és bebizonyította, hogy ez az elmélet, ez tényleg megállja a helyét, és megmagyaráz koherensen dolgokat. Tehát az első lépés az maga a bölcsesség, a megoldás kulcsa, vagy azt is mondhatnánk, a megértés potenciálja. Olyan, mintha ezt egy személyiségi vonásként akarjuk leírni, mint a kreativitás. Ami a lehetősége annak, hogy legyen valami jó. De ez még nem azt jelenti, hogy tényleg van. Mert a következő lépés az, hogy ezt úgy jól végig kell dolgozni, úgy helyre kell tenni. Alkalmazott tudománnyá kell tenni. Azt jelenti, hogy olyasmivé, amit itt is kipróbálunk, ott is kipróbálunk, itt is megállja a helyét, ott is megállja a helyét. És ez most lehet, hogy a Gézuka és Pistike és például kicsit viccesnek hatott, de direkt mondta egy ilyen példát, pedig nem csak olyan dolgokról van szó, amikor ül a Einstein és szeretné megérteni a relativitás elméletét, hanem a mindennapokban is ez így történik. Csak nem történik olyan lassan, mint a relativitás elmélet esetében. Mint egy film, amit le lehet lassítani, de a való életben nagyon gyorsan megy, amikor vannak dolgok, amiket mi végigment, nagyon gyorsan lejátszódik ez a folyamat, hogy ez a megoldás, így van, és már jön is belőle az érzelem, és már de lehet lassítani ezt a folyamatot. Egy ilyen aha élmény,
Már mi a bölcsesség? Igen, a bölcsesség az egy ilyen aha. De akkor ez még nem elég, ez nem azt, hogy tényleg értem. A héberül nagyon érdekes. A két szó, ami Hochmá és Bina, hogyha ezt letakarom az elejét, akkor milyen a szó? Ma. Ma. Az mit jelent? Mi. Ha letakarom ezt a szót, az mi? Ha megfordítom a két betűt, sorrendjét, koach. Erő, potenciál. A minek a potenciálja ez a szín. Mindennek a lényege, a potenciálja ez a szín. Ez a szó, Bina, ez milyen szóhoz hasonlít? Bone. Építeni. Ugye? Miért? Mert ez az a szint, amikor abban a potenciálból fölépíted a dolgot. Nem véletlen, hogy a kabalában, majd a jövő órán lesz bővebben szó, ismétlődik, hogy van egy maszkulin és egy feminin vonal, egy visszatérő maszkulinitás és feminitás mindenben, van a férfi és a nő, a szférákban is megvan a férfi és a nő, a bölcsesség a férfi és a megértés a nő. Mert a szexualitásban is, ugye, a férfi az a potenciál, a nő pedig, aki azt fölépíti 9 hónapon keresztül, amíg abból gyerek lesz. Más kérdés, hogy nyilván a homoszomák számában ez így nem állja meg a helyét, majd a nő azt is azért hozzáteszi. De most a dolgnak a látványélmény szempontjából a férfinél ez egy pillanatnyi bevillanás, a nőnél magában a szexuális viszonyban is egy hosszabb folyamat, de ha már a gyermeknemzést nézzük, akkor ott pedig különösen ugye egy 9 hónapos építkezés. Ugyanígy a megértés folyamatában maga a lényege a tudásnak, vagy a megértendő feladatnak az a bölcsesség, a fokmá, és az, amikor azt alkalmazom, akkor az a világos. De vannak emberek, minden ember rendelkezik mind a 10 ismérvel, és minden megértés folyamatában meg lehet találni ezt a 10, vagy ezt a 3 szintet, amiről most beszélünk. De vannak emberek, akiknél az egyik szféra, az egyik ismér, az egyik attribútum erősebb, mint a másik. És ugyanígy vannak emberek, akiknél a bölcsesség, ez egy sokkal erősebb tulajdonság, mint a megértés, és ugyanígy fordítva. De vannak emberek, akik nagyon jók a kreatív emberek, nagyon jók abban, hogy valamit kitaláljanak. Annak a lényegét, egy jó ötletet előálljanak. Nagyon rosszak abban, hogy kellően következetesek és kitartóak legyenek ahhoz, hogy ezt ki is bontsák és végig is vigyék. Vannak embereknél pont fordítva van. Ugye? Nem azt jelenti, hogy az egyiknél nincs meg az egyik vagy a másik, csak azt jelenti, hogy erősebb az egyik attribútum, mint a másik. Na jó, akkor elértünk a megértéshez. Teljesen jó, de akkor most miért van itt egy harmadik szín? Minek ide egy harmadik szín? A tudás. Mi az, hogy tudás? De már összeraktam, a megértésben már összeraktam. A cselekvésé is válom. Hogy? Cselekvésé válom. Az igazság az az, hogy a megértésben magában, ez most csak tisztán, teoretikus elmélet megértéséről beszélünk, akkor csak két szint van. Kulcsa és a kibontása. De a kabala mire tanít bennünket? Arra, hogy minden, amit megértek, annak legyen gyakorlati manifestációja is. Alkalmazzam az érzelmek és a cselekvés világában is. És ez a dát, ez a tudás. A maga a úgy is lenne a dát, az a megismerést is jelenti. Ugye a Tórában először ezt a kifejezést, az Ádám és Éva kapcsán mondja a Tóra, a Jéda, Adam et Chava, és Ádám megismerte Évát, ami a szexuális egybekelésre vonatkozott. Ugye, hogy van egy személyes kapcsolat. Ha én valamit megértek, az egy teória, egy szép elv, egy elmélet. Amikor ez személyesen kötődik hozzám, akkor lesz belőle érzelem és cselekvés. Ugye? Most itt egy példa, állok és ott van egy szegény ember. Te ez a szerencsétlen, ez miért áll? Miért tartja így a kezét és csinálni? De nyilván ez gyorsabban szokott. Jó esetben ez gyorsabban játszódik le a fejemben ez a gondolat. És akkor egyszer csak beugrik valami. Hát
azért, mert szegénynek nincs pénze. Aha, ez a megoldás kulcs. Akkor ezt így, ha nincs pénze, akkor biztos nincsen ruhája, azért néz ki ilyen csúnyán, biztos nem kap elég elemózsiát, azért ilyen sovány, biztos nincs pénze fürödni, azért ilyen kellemetlen az illata. És akkor minden ugye a helyre kell, ez a másik. Amikor a megoldást úgy próbálom alkalmazni. És aztán jön a tudás, az amikor már a gyakorlatban is, úgy azt megsajnálom, és akkor már érzelem és cselekvés is születik belőle. Oké, akkor erről szól a dát. Erről szól a harmadik szint. Egy probléma van, hogy ha azt mondjuk, hogy van a fej, ami az intelligencia, és vannak az érzelmek, ami a szív. Mi van a kettő között? Nyak. A nyak? Hogy néz ki ez a nyak? A nyak az, mi így nézünk jó esetben, van egy fejünk, lesz kurva egy nyakunk, és van egy testünk, ami benne van a szívünk. Ugye nem szokott, az nem nézne jól ki, hogyha olyan széles nyakunk lenne, mint a válunk. Van egy szűkület, és virtuálisan is van egy szűkület, mert az egyik legnehezebb dolog az az, hogy a megértett dolgokat, amikor megértem, hogy helyes meg helytelen, azt az érzelmeim szintjén is tudjam alkalmazni. Hogy tényleg érzem szülessen bele. Hányszor van, hogy megértem, hogy az a szerencsétlen kéregető. De ebből hányszor születik érzelem, hogy meg is sajnálom. Tehát megszakad a szívem. Nem sokszor. Nyilván. Nyilván. Ez váltakozó, személyiség függő is. De most adjuk a szegény ember bármilyen dolognál. Nem magától értetődő, hogy azért, mert érzem, hogy valami helyes vagy helytelen, hogy értem, hogy valami helyes vagy helytelen, akkor rögtön úgy is fogok érezni, és úgy is fogok cselekedni. Miért van nyakszűkület? A dát, a harmadik szint arról szól, hogy keresztül gyömöszöljen a nyakam szűkületén. Az, amit... Legyeljen. Legyeljen a keserű pirulát. Nem fedik a keserű. Akkor nézzük a hét érzelmet. Oké, sikerült keresztül gyömöszölni a megértett dolgot a nyakszűkületen, most jönhetnek az érzelmek. Hét érzelemről beszélünk. És azt kell érteni, hogy itt ezen a lapon a fordítás, az egy szó szerinti fordítás. Mi az itteni felsorolásban nyugatkozunk még a szó szerinti felsorolásra, de igazából a tartalmi jelentést fogjuk tenni. Ha azt mondanám nektek, hogy érzelmek, és azt mondanám nektek, hogy minden érzelmet bontsatok két halmazra. Két halmazunk lehet, A és B. Mi lenne az a két halmaz, amit felállítanátok? Negatív pozitív. Mit jelent az, hogy negatív pozitív? Mondjuk gyűlölet és szeretet. És ez egy értékítélet? Amikor azt mondod, hogy negatív pozitív? Nem. A gyűlölet az mindig negatív? Mindig rossz? Nem. Akkor miért negatív? Vagy a gyűlölet ugye lehet, csak egy tisztázat, a gyűlölet lehet jó. De gyűlölöm a gonoszságot, megvettem az igazságtalanságot, az helyes. És ha én szeretem a gonoszságot, az meg helytelen. Tehát a szeretet vagy a gyűlölet nem biztos, hogy nem abszolút. Nem abszolút. Mégis azt mondtad, hogy negatív és pozitív. Konstruktív. Hogy? Konstruktív vagy destruktív. A gyűlölet mindig destruktív. Oké, akkor már jó, de akkor te értékítélet a pacián. Aktív vagy passzív? Már közeledünk. Hagyjuk most az értékítéletet, hogy ez most mi üljön. Egyenlően nézzük a típusát. Ne azt nézzük, hogy hova megy az autó, hanem azt, hogy ez egy elektromos autó, vagy egy benzinmotoros autó, vagy egy dízelmotoros autó. Amit te mondasz, hogy konstruktív, destruktív, az, hogy hova megy az autó. De ugyanaz autó mehet több irányba is. Gyűlölet is lehet konstruktív, és lehet destruktív, szeretet is ez lehet. Passzív vagy aktív, az már nem egy értékítélet, hanem az egy típus meghatározás. Nem azt mondanám, hogy passzív vagy aktív, hanem azt mondom, hogy közelséget vagy távolságot feltételező. És ilyen értelme lehet használni a pozitív-negatívat, mint egy mágnesnek a pozitív vagy a negatív oldala. Igen. Ez az első kettő, amit úgy nevezünk általános
kifejezéssel, hogy jóság és szigor. De ezek csak általános kifejezések, mert az első, a jóság a pozitív vége a mágnesnek, a szigor az a negatív vége a mágnesnek. Mondjuk egy pár példát. Mondjuk az elsőbe tartozik, próbáljuk meg egy pár példát. Szeretet, és adja magát az egy közelség, gondoskodás, adakozás. Az adakozás egy cselekvés, együttérzés, a másodiknál gyűlölet, irigység, tisztelet, a tisztelet is egy távolság. A megkövetettség az nagyon érdekes, hogy mindjárt megint szigor már abszolút összekapcsolat. Igen, igazad van. De a kabalában, vagy a tíz fejemben ezt szép választják. És azért, mert a megkövetettség az egy, majd mindjárt rajta lesz a listánkon, az egy funkcionális érzelem. Mit jelent funkcionális érzelem? Te lehetsz következetesen szerető, a szeretetet végigviheted következetesen, és gyűlölhetsz következetesen. Tehát az nem egy, az önmagában a tartalmat, ez nem egy tartalmi érzelem. Az egy funkcionális érzelem. Érted a különbséget? Igen, de érdekes, hogy akire azt mondom, hogy következetes, arra azt mondom, hogy olyan egyenes, mint a vonalzó. Így van. Innentől kezdve szigorú. És tudod, mi az érdekes? Az, hogy ezek a dolgok, ha megnéztek ezt a lapot, ezt, akkor látni fogjátok, hogy van egy olyan felosztás, ahol egymás alá vannak felosztva, és ott van jobb oldal, bal oldal és közép. És igazad van, hogy majd látni fogjuk, hogy vannak, amik egy vonalban mennek. Tehát például a megértés, a szigor és a következetesség az egy vonal. Majd mindjárt látni fogjátok, itt nem úgy vannak fordítva. Ha végigmentünk, vissza fogunk ide kérni és meg fogjuk nézni. De nagyon jó az, amit mondasz, abszolút helyesen látod. De amikor tartalomról beszélünk, akkor van egy olyan, vannak olyan érzelmek, ami egy közelséget, egy ilyen érzelmet fejeznek ki, és vannak olyanok, amik egy ilyen érzelmet fejeznek ki. Van egy harmadik, ami valahol középen van. Általános úgy szoktuk nevezni, hogy könyörület. De a szó szerinti folytás az, hogy szépség. Azért nevezünk szépségnek, mert az a szép, amikor ellentétes dolgok vannak egy képen. Ugye, van egy kontraszt, egy festményben, akkor az egy szép dolog. Egyszínű dolog, nem szokott szép lenni. Igazából mi a könyörület? A könyörület miről szól? Miről szól az a jóság? A jóság az, hogy adok! Nem figyel, hogy ki vagy, csak adok, mint Ábrahám, aki mindenkinek adott. Itt függet attól, hogy ki volt a vendég, nem nézte, hogy ki ő, mi ő, csak adok. Vannak ilyen emberek. Terisz, csupa szív, teljesen mindenkinek ad. Nem nézi, hogy kiről van szó, megérdemli, nem érdemli meg. Mi az a szigor? Megérdemlek? Nem. Megérdemlek? Igen. Mondta annyit, azt mondja, hogy megérdemlek. Mi a könyörület? A könyörület az a kettőnek a keveréke. Miről szól a könyörület? Nem arról szól, hogy én nem tudom, hogy te nem érdemled meg, mint a jóságnál. Én tudom, hogy te nem érdemled meg, és mégis megkönyörülök rajta. Ugye van az a szép midrás, azt mondja, Isten olyan, mint hogy a kezdetben a jósággal akarta uralni a világot. Látta, hogy nem működik, áttért a szigorra. Látta, hogy az sem működik, azt mondja, legyen könyörület. Miért? Azt mondja, olyan volt, mint egy király, aki először a poharát megtöltötte forró vízzel, a pohár elrepett. Utána megtöltötte a poharát hideg vízzel, akkor a vízkő rátapadt a pohár falára. Utána azt mondta, hogy keverjük ki a vizet, legyen langyos víz. Szóval Isten először csupa jóság, ott volt az édenkert, mindent megkaptak, látta, hogy nem működik, nem visszajöttek el. Utána azt mondta, legyen szigor. Noé bárkányban. Rögtön, ahogy végkeztek, rögtön büntetés. Tehát az se jó. És akkor lett a kettőnek a ötvözete a könyörület. Ez a három, igazából kettő és a kettő keveréke, a három alapszín. Az érzelmek három alapszíne. Pozitív, negatív és a kettőnek a keveréke. Mi a következő kettő? A következő kettő az a funkcionális érzelmek. Mi a két legfontosabb funkcionális érzelem? Ahhoz, hogy egy érzelem keresztül tudjon menni, egy érzelem valódi, tartalmi érzelem valóban manifestálódni tudjon, mire van szükség? Erőre.
erőre és kitartásra. De? Én nagyon szerelmes vagyok. Oké. De az a kérdés, hogy holnap is az leszel. Szerintem azt az érzést fent tudod tartani, van-e benned kellő következetesség, hogy fenntart. És ez érdekes, ugyanígy van az előbb mondtad, hogy vannak kreatív emberek, és vannak akik meg inkább a tudományban is, inkább a dolgok kibontásában, hát érzelmi világban is érdekes. A kreatív emberek általában sokkal inkább fellángoló érzelműek, és kevésbé diszciplinűek, kevésbé önfegyelműek, vagy kevésbé necach győzelem, az mondja, ez egy olyan érzelem, amikor föllángol az érzelem. Ugye? A másik a fegyelem. Ez a jó szó. Fegyelem. Alázat, fegyelem. Még azt mondom, hogy szeretem a feleségemet, és azt minden héten, minden nap, minden évben el fogom mondani, és fogok neki hozni virágot, és fogom... Van egy fegyelem abban az érzelemben. Abban az érzelemben. Az ilyen ember általában kevésbé föllángol, kevésbé érzelmű, kevésbé... Mert a dolog sokkal inkább a következetességről és a fegyelemről szól. Ugyanúgy, mint a intelligenciában. Az, aki inkább biná, aki inkább a megértés, neki nem lesznek valami hihetetlen nagy gondolatai, de amit végig fog csinálni, ő le fog PhD-zni, és ő meg fogja, végig fogja csinálni, végig fog menni. Benne ez az építkezős vonal van az intelligencia szinten, és érzelmi szinten is nagyon gyakran ez együtt jár, hogy aki a kognitív van, ilyen az érzelmileg is, és ilyen is van. Egy másik oldalon, aki sokkal inkább a kreatív, impulzív, érzelmileg kognitív a kreatív, érzelmileg impulzív, ugye ez a együtt jár. Most nincs előttünk, akár nincs előttünk, de igazából itt is, tehát a lennénk, mind a 10 szintet látjuk egy magunk előtt, össze is vagyunk. Ha ezt megnézitek, akkor bölcsesség, megértés. Ugye? Kreatív, vagy aki kibontja a kreatív gondolatot. Jóság, vagy szigor. Ugyanaz? Az egyik az egy fellángoló tartalom, a szigor meg mindig azt mondja, hogy akkor egy ilyen... Mérlegelő. Utána győzelem, a necach, az impulzív érzelem, de jobban lehet tényleg az lenne a jobb fordítás, impulzív. És a hold, az pedig a alázat, itt ugyan fogja, hogy a felség, alázat, a fegyelem, ki az érzelmi világában is van. És az egy vonal, a kaval, az úgy van, van kava small és kava yamin. Van a jobb oldali vonal és a bal oldali vonal. Különben messzire vezetne, de érdekes módon a láttam, hogy érdekes előadás, van egy ilyen szociálpszichológus, filozófus, Jonathan Haidt, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, nem javaslom, aki jól tud angolul, nagyon érdekes előadások és könyvei vannak, és ő a morállal foglalkozik, morál filozófiával, hogy az emberi lélekben, az emberi személyiségben mik az alapvető morál filozófi, vagy a lelkiismereti, morál meghatározásbeli értékek, és azon belül mondjuk felrajzol 5-6 ilyet, és azt mondja, azon belül érdekes megnézni a baloldali érzeletű és a jobboldali érzeletű embereknél melyik az, amik inkább meghatározza a morál. És érdekes, mert van összefüggés itt is, tehát ugye nem pont, ez azt mondom, hogy ha az oldalakat nézzük, akkor most nem tudom, hogy rendezői oldalról, vagy nézői oldalról, bal vagy jobb oldal, de ugyanúgy ez a kettős, vagy kétfajta vonal ez megvan. Ó, szóval akkor visszatérve, gyorsan. Itt tartunk, tehát akkor van maga az érzelem, és van, ahogy azt az érzelmet keresztül viszem. Ez a következő két lépés. És aztán jön, vagy viszont, a kapcsolat. Ahogy ezt az egészet bekanalizálom abba, hogy ezt hogy fogom majd átadni. Vegyünk egy példát. Én megismerem a feleségemet, az egy intelligencia szint. Megszületik bennem az érzelem, hogy szeretem. Ebben
vagy impulzív, vagy fegyelmes vagyok, és utána ezt, akár az impulzivitást, akár a fegyelmet, azt kifejezem valamiben. Ugye most jön az, hogy mindent, amit megértettem, megéreztem, ezt ki is fejezzem. Ahogy megszületik bennem az, hogy akkor én ezt úgy fogom kifejezni, hogy azt mondom neki, te annyira szeretlek, hogy hozok neki egy virágot, hogy elmosom a levélyeket, vagy nem tudom, mit csinálok. Megszületik bennem az a cselekvési terv, hogy én hogy fogom ezt, ez a kapcsolat, vagyis szóval. Ez is valahol én érzelem, mert ez még bennem van, és még nem a megcselekvése a dolognak, hanem az a személyiségvonás, hogy én hogy fejezem ki az érzelmeimet. Nagyon érdekes, mert vannak emberek, akiknél ez a, amikor azt mondjuk, hogy az érzelmi intelligenciája gyenge, akkor az jelentheti azt is például, hogy ő, hogy mondjuk a saját kognitív intelligenciájához képest egészen pitiáner dolgokat tudja felhúzni magát, vagy az érzelmi világban, hogy nincs paliban az intelligencia szintjével. De jelentheti azt is, hogy például nagyon komplex és magas színvonalú érzelmei vannak, de nem tudja kifejezni. Nincs valahogy az a csator, annyi szót, amit az alap, a kapcsolat alapja tulajdonképpen, az nagyon béna. Nem, valahogy nem, hiába nagyon komplexen tud érezni, nagyon komplexen tud érteni, komplexen tud érezni, de az a kifejezés módját valahogy érzelmileg nem találja meg, nem tudja. És pedig az a iszod, az az alap. Különben amikor ezt az ábrát, ezt embereken is szokták, vagy egy ilyen ember alapon is szokták ábrázolni. És akkor úgy van, hogy ez ugye a fej, ez itt a szív, a test, a két láb, a kapcsolat, ugye itt a szexualitás állandóan visszatérő elem, a kapcsolat az maga a nemi szerv. Miért? Mert a szexualitásban az, ami a kapcsolatot megteremti. És az utolsó lépés, a Málhut, a királyság, amit most beszédnek mondunk, az pedig már amikor létre is jött a kapcsolat. Mert nem csak bennem van meg, hanem létre is jött. Miért beszél? Mert a beszél az első olyan lépés, amikor kilépek önmagamból, és valakihez fordulok. Miért királyság? Ezt csak mellékesen jelentem meg, mert Isten ábrázolásában ez az a pont, amikor létrejön a világ. Hogy Isten a királyunk lesz. Most ebben nem fogunk mérve benne, most először az emberben próbáljuk megérteni ezt a kis szintet, de ez a kis szintje az emberi lényekben. Miért térjünk vissza az elnevezéshez? Mit mondtunk, hogy a tízféra milyen három dolgot jelenthet? Ki emlékszik? Érzetek miért? Széfer, Mispar, Szapir. Elbeszélés, történet, szám, és fáros. És egy világkő, világítókő. Miért? Mert mind a három kifejez valamit, ami leírja azt, hogy ezek az ismérvek mit tesznek hozzá ahhoz az eszenciális ponthoz, ahonnan elindultunk. Azt mondjuk, hogy vagyok én, van az eszencia, és ez lehetek én is, az én legbelső énem, meg lehet az isteni eszencia is, attól függ, hogy emberről vagy Istenről beszél. Minden, amiről beszéltünk, az egyrészt egy világító kő. Miért? Mert arról szól, hogy kiviláglok, hogy mások is látnak, a kapcsolata külvilággal. Erről szól egy elbeszélés is. Egy elbeszélés is az, amit elmondok, akkor az mások számára is értetővé. És a szám, a számok, az pedig azért, mert az eszencia az nem megszámolható, az nem definiálható, az nem... Itt ez az első pont, amikor
számokat lehet adni, és azt mondja, hogy ez az első lépés, ez a második lépés, ez a harmadik lépés, és így tovább. Akkor mindezt összekötve utolsó gondolat az előadásunk eredeti címével és témájával, azt mondhatjuk, hogy a hallgass a szívedre, az nem minden esetben helyes. Az embernek épp az az erénye, hogy van értelme, és az értelme, az intelligencia képes uralkodni az érzelmei, sőt, képes megváltoztatni az érzelmei. Hogyan? Ha ezt a 10 szférát, amit végigvettünk, az ember még jobban megérti ennek a működését, akkor azt is jobban megérti, hogy hogyan tud képes lenni valóban az intelligencián keresztül az érzelmeit kontrollálni és az érzelmeire hatni. Van-e kérdés? Minden értető, minden világos. Köszönöm szépen. Igen. Igen. Örülök, hogy ezt észrevetted. Egy szóval jeleztem, hogy egy helyen tér el, és valóban ez az a hely, ahol eltér. Ha érdekel a válaszok, hogy összefoglalom, van egy vita a kabbalisták között, hogy a 10 szféra az úgy 10 szféra, ahogy mi leírtuk, amiben a 10-nek része a dát, a tudás, vagy a 10 szférában nincs ott ez a szint, ez a nyakszűkület, ez nincs ott, viszont ott van valami más, a korona. Mi ez a korona? Az akarat. Ugye, igazából a haszit filozófia rendet tesz a két vélemény között, és azt mondja, hogy mind a kettő, itt nem egy ellenpontról van szó, hanem mind a kettő egy másik állapotot ír le. De a dolog lényege az, hogy az a kérdés, hogy az akarat, ha már behoztuk a ketet, tehát a koronát, ami az akarat az része ennek a 10 ismérnek, vagy sem? Mert ugye mindenről beszéltük, ez nagyon szép, nagyon jó, de a legfontosabbról nem beszélünk, ez az akarat. Ha nincs akarat, nincs semmi. Azt mondtuk, hogy le fogjuk írni a 10 lépést, hogy eljutok a saját legbelső énemből a külvilághoz. Ha nincs akarat, akkor nincs értés, nincs érzelem, nincs semmi. És itt az akarat alatt nem azt értem, hogy akarom azt a gyümölcsös joghurtot, hanem azt értem, hogy van egy olyan kollektív akarat bennem, olyan kollektív drive, olyan kollektív szándék, amit úgy is nevezhetnénk, mint például az élni akarás. Azt mondhatnánk, tulajdonképpen ez a manifestáció, ami mindent mozgat. Amikor ez megszűnik, akkor minden leáll. Akkor leáll az intelligencia, leáll az érzelem, minden levén, és meg is halott van szeg előbb-utóbb. Az a kérdés, hogy ez a lelki ismérveknek, a külvilággal való kapcsolatnak a része, hogy ez egy alapkondíció, ami után következik minden. És erről szól a vita, és ezért aki benne ábrazolják, van, aki kell nélkül ábrazolják. Más kérdés, igen? Még a vezetésnél akartam állni. Még ott tartasz? Hát nem akartam. 6 óra 10 percnél. Ugye a múltulán is arról beszéltünk, hogy két lélek van az emberben, háború, gúr, küzdelem. És ezt valahogy ezt nem érzem magamban. Lehet, hogy te egy szádik vagy, és benne csak egy isteni lélek. Nem. Vagy rossz esetben esetleg. Nem, mint szólna mondott másik, hogy van egy szituáció, és meghozom a döntést. Én ezt nem érztem. Nem érzem. Soha nem volt benned egy olyan dilemma, hogy kéte, hogy akkor ez lenne a helyes, de én ezt nagyon akarom, úgyhogy... Hát ilyen esetben az ember meghozza a döntést. Nincs életreméltó, hogy meghozol a döntést. Nem ezeket a fogalmakat használnál, hogy egy küzdelem zajlik. Jó, de nem permanens küzdelem döntése. Az, hogy ki milyen kifejezést használ, az milyen egy személyes döntés. Egy mondat elég, hogy Luther mondott egy ilyen példát, hogy arról nem tehetek, hogy egy madár átszáll a fejemnél, és egy rámkotja. De az, hogy fészket rak a fejemen, az már miért? Mit akarsz ezzel mondani? Hát az, hogy nyilván átfutnak egy gondolat, hogy te is mondtad ezeket a példákat, hogy kísértésbe csak az ember, de hát, hogyha ugye ez bennem szögetült, és utána bennem is marad, az már az én hibám. De az, hogy ez a de gondolat... Most nem értek, de nem értékítelt mondtunk. Nem azt mondtuk, hogy kinek mi a hibája. Azt próbáltuk leírni, hogy hogy működik az ember. A kezdesztek egyetértünk. Tehát ez az, hogy előfordulhat, hogy fészket rak a fejemben az a madár.
Hiába tudom, hogy helytelen dolgok fészket rakjam, nem tudom kontrollálni. Úgy érzem, hogy nem tudom kontrollálni, pedig valójában a kabala azt mondja, hogy tudom kontrollálni, használnom kéne azt a kontrollt. Oké? Okay? Más kérdés? Azt egyébként meg is mondja, hogy kell lenni. Jó, bennem például van zsigeri negáció, tehát hogy bennem nagyon működik. Nem tudom megmagyarázni. Ez jelenti azt, hogy az embernek tudatos életet kell élni, ez azt jelenti, hogy mindig kognitív módon kell megpróbálni a különösen a természet azt mondja, akkor állj meg egy pillanatra. Mielőtt gyorsan, tudod, az érzelmeknek, az állati ösztönnek is van egy természet, hogy mindent rögtön akar. Az isteninél sokkal rányűsebb. Akkor ezt állj meg egy percet, gondoljuk végül, hogy is, mi a helyes, mi a helytelen. Már lenyugszik, már nem forra víz, akkor már lehet. Persze, erről szól a dolog. Azt mondják is, hogy a málkot, az miért érzelem? Mert úgy tűnik, hogy az már a cselekvés szintje. Igazad van. Jó kérdés. A málkot az ugyanúgy középen van, ha megnézed, mint ahogy a dát és a ketet az óta. Miért? Pontosan azért, mert ez igazából nem egy érzelem. Ugyanúgy, hogy a dát az igazából nem kognitív, ugyanígy a málkot is igazából nem egy érzelem. Az már a lépcső a cselekvéshez. Már maga tulajdonképpen a cselekvés. Vagy a málkodban van benne a három szintje a cselekvésnek. Ott kezdődik el, mint ahogy a dátban benne van az összes érzelem, ami után jön. Más kérdés még? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, és találkozunk egy hét múlva.